Sziasztok, mai vendégünk a 100 méteres országos csúcstartó Németh Roland. Örülök, hogy találkozhattunk. Itt vagyunk ugye a 100 méteres rajtnál, alap kelléke ugye a 100 méternek a rajtgép. Beszéljünk most egy kicsit arról, hogy edzéseken mire figyelsz, és versenyen mire figyelsz, amikor a rajtról van szó. Most beszéljünk a rajtgépről. Jó, beszéljünk a rajtgépről. Hát ugye sokfajta rajtgép van. Ez most itt egy elég old school darab. Van rajta egy ilyen rész, amit le kell rakni, ebben hátul szögek vannak, hogy ne csusszon el. Van rajta két tábla, amit állíthatsz, olyan rájtod, ami ennek neked megfelelő. Általában úgy szokták állítani, hogy az első támlát mondjuk két lábfejre, onnan meg hát még a következőt még egyre hátrébb. Hogy néz ki, amikor beleszállsz? Tehát ugye az egyik térd az lent van, mennyire dőlsz te előre, mennyire hátra? A szabály az, hogy a két kéznek és az egyik térdnek kell lent lenni rajthelyzetben. A vigyázz helyzetben mind a két lábadnak, a táblának kell feszülnie. És van egy ilyen kis szerkezet a versenyeken, főleg világversenyeken a rajtgépeknek a végén, ami egy olyan érzékelő, ami a reakcióidőt méri. Ugye elvileg egy tizeden belül nem tudja az ember megnyomni, és ezt arra is állítják be, és hogyha egy tizeden belül nyomást érzékel az a kis szerkezet, akkor az hibás rajtnak minősül. Ez még egy érdekes kérdés, mert ugye Colin Jackson, a korábbi 110 méteres gátfutás világcsúcstartó kritizálta ezt a szabályt, ő azt mondta, hogy képes gyorsabban reagálni. Te mit gondolsz erről? Te is azért elég jó rajtoló hírében állsz. Hát egy tizedet szerintem nagyon nehéz úgy reagálni, hogy az ember a lövésre figyel, és a lövésre reagál. Ugye, hogyha csak eljön hasra, akkor be lehet szaradni a lövés és az egy tized közé, de pont ezt akarták ebben megakadályozni, és szerintem ez viszonylag jó szabály, meg jó a határérték is, mert amikor az ember rajta és utána a világversenyeken visszanézi ezeket a reakcióidőket, bár mondjuk a gépek között azért szokott lenni különbség, de amit világbajnokságon használnak, meg olimpiákon, az a gyomaga gép is az elég jó. És ott, ha egy 120-130-as reakcióidőt látsz a neved mellett, akkor az egy jó rajtnak számít nagyon. Amelyik már 110-en valamennyi, az már akkor már nagyon lerajtoltad a mezőnyt. De 140-150-es reakcióidőkkel is szerintem nagyon jót lehet futni. Ez egyik része a dolognak, a másik része pedig az, hogy nem feltétlenül az a legjobb a 100 méterre, a 100 méterednek, hogy ha minél jobbat reagálsz. Szerintem sokkal inkább fontosabb egy közepesen jó reakcióidő, tehát azért ne adjanak ott az elején, de abból egy jó ritmusú rajtot tudsz csinálni, az nagyon sokat kamatozhat a végén. Itt vagyunk 50-nél, a táv felénél, ugye beszéltél arról, hogy a rajt után szépen lassan 50-60 méter körül felemelkedik az ember, a sprinter, és ott már rendes futómozgásról beszélhetünk. Itt mikre kell figyelni, mikor éri el az ember a maximális sebességet, ilyesmi. Hát általában a férfi sprinterek 50 és 60 között érik el a maximális sebességüket, ami azt jelenti, hogy akkor 10 métert, eddig legjobb idő az a Usain Boltnak a berlini futásakor mérték, 0,80 század volt, 50 és 60 között azt hiszem, és akkor utána századonként, de lassul a dolog egy picit. Azt jelenti mondjuk, hogy 50 és 60 között 0,80, 60 és 70 között 0,81, utána 0,82, 0,83, 0,84. Ezt nem lehet annyira látni, de mindenképpen a mezőny az lassul. A másik érdekes egyébként, amit elfejtettem, hogy ez a lentmaradok technika, ez igazából a 90-es évek végén jött elő, a Maurice Greene és az Otto Boldon kezdték el. Egészen addig ez nem volt jellemző, például 88-ban a Ben Johnson a harmadik lépésnél már állt a futásban, és úgyis futott 9.79-et, illetve nagyon sokan akkor még a Linford Christie is, meg akkor az akkori menők, akkor nem volt jellemző ez a hosszú gyorsításos szakasz. Ez most lett inkább az.
de az idők igazolják ennek a helyességét, hiszen azért jó, Usain Bolt példája extrém, de sokkal stabilabban hozzák a jó eredményeket, a 10 másodpercen belüli eredmények a sprinterek. Igen, hát sokkal sűrűbb a mezőny, meg sokkal gyorsabbakat futnak, illetve hát sokkal az viszonyítás. Sprint nyelven sok. De az biztos, hogy mindenki kb. Itt ér a sebességét, és akkor innen van egy olyan szakasz, hogy ki mennyire tudja megtartani ezt a maximális sebességet, vagy ki milyen sokáig tudja megtartani ezt a maximális sebességet. És akkor itt dőlhetnek még el a dolgok, hogy kiben mennyi tartalék marad. Bár mondjuk százon ilyen tartalékokról beszélni furcsának tűnhet, de azért belülről az ember azt érzi, hogy ott 60, 70, 80, 90-nél nem ugyanaz a sebesség, mint korábban.